Horvát, Tóth, illetve Szabó. Megint csak letámadnak a vendégek. Bódi nem tudja megszerezni a labdát. Nagyon jó ez a letámadásos taktika. Heinz balogolt szabálytalan megint. Hasonlóan az előzőhöz, Balog szabálytalankodik betörő Heinzzel szemben, aki két büntetőt dobhat, ezúttal is jól dobja az elsőt. Nézzük, mi lesz most a másodikkal. Ez is benn van. És ugye jön a letámadás, amivel tulajdonképpen fel tudod zárkózni a Kecskemét. Legrange átviszi időben a labdát, két ember támadja. Balog a túloldalon, az előbb lepasszolta teljesen feleslegesen. Most pedig egy sportszerűtlen szabálytalanságot követnek el vele szemben. ...68-60 az eredmény. Jöhet két dobás, és majd felező vonalról oszthatják a dombovárják a labdát. Hát egy picit furcsa volt ez az ítélet Tóth részéről, de mondom, nem akarom őt szítni. Ilyen kiélezett helyzetben szerintem fölösleges egy-egy ilyen sportszerűtlenséget befújni. Balog persze mind a két büntetőt kiadja, hogy fokozza még az izgalmakat. Legrange. Legrange meg mindig. Balog, Bódi. Hát szerintem erősen megtaszigálták, de mindegy. Heinz. 8 ponttal vezetnek a hazaiak. Heinz belefordul bizony elég csúnyán Balogba. Megint csak támadó szabálytalanságot követel. Heinznek ez a harmadik fautja, az összeset támadó támadás közben szerezte. 23-as számú mezben játszik, de nem ide írják föl természetesen a pontokat, hanem a 7-eshez. Tehát tudjuk azt, hogy 2003. novemberében elhunyt Univer játékos Bogdán Balázs emlékére 7-es számú mezet nem osztanak ki a kecskemétieknek. Parás küzdelem a pályán. Hát a befejező ember. Heinz szépen csinálta, pontatlan volt azonban a dobás. Lepattanónál megint csak Dill volt eredményes. Legrange már nem kapkodja el. Bódi, őt is ketten támadják. Bódi, Szabónál fújták be. Zsoldos András közelről magyarázza a játékosainak, hogy na hát ez az, amit nem szabad csinálni. 1-25 van hátra, 1 perc 25 másodperc, 10 ponttal vezet a dombóvári csapat. Azt hiszem, hogy megtörte a feltörekvő kecskeméti lendületet, akiknek nagyon jól bejött a letámadás. Itt a szabálytalanság után ráadásul be is megy a dobás. Valaki kikapcsolta az áramot.
nem működnek tehát az eredményjelző táblák, támadóidőt jelző táblák. Úgyhogy meg kell keresni a hiba okát. Ifjabb Kormos László, technikai igazgató már érkezik is. Elnézést kérünk, egy kis technika hiba történt a számítógépek érintkezésével, mindjárt. Úgy látszik, nem kell szólni az EON-nak. Kontakt hiba történt. Azonnal beállítják az eredményjelző táblán a helyes állást. Egyelőre megvannak a csapat személyi hibák. 1:35 körül volt az idő, ha jól emlékszem, és 71-60-ra vezetett a Dombóvár. A 70-60 megvan, az 1 perc 26 is. A mérkőzésben pedig ott tartottunk, hogy Bódi dob két büntetőt, amiből az elsőt már értékesítette is. Nézzük, sikerül-e a kis közjáték után koncentrálnia. Igen. Bódi biztos kezű játékos, számolásom szerint 16 pontnál jár. Heinz vissza Délnek, aki egy triplával próbálkozik, nem volt szerencséje lepattan, pedig Dill kezei közé pattan. Két dombóvári játékos próbálta megszerezni, nem ők jártak sikerrel. Bódi bújt ki Tóth Hóna alatt. Clark, el kellene most már dobni a labdát, meg is teszi Legrange. És az, hogy hozzá kerül vissza aztán a labda. 40 másodperc van hátra, a dombóvári közönség feláll, és úgy tapsolja meg a játékosokat. Ha nehezen is indult az első félidőben, rengeteg döccenővel a találkozó harmadik negyedben, aztán sikerült megfordítani, pontosabban növelni az előnyt. Az állást nem kellett megfordítani. És távmesteri 22,8 másodperc.
Péter Stál időt kér, egy támadásnyi idő még van hátra, hiszen 22